holnap lesz az egyetlen első. Akkor nekem itt nem kéne megjelenni az oldalon? De elvileg ott lehet, ott vagyunk. A Racsi fogja nézni, hogyha reagáltok valamit. Mert most lehetne... Nincs az oldalon semmi újdonság. És lehetne föltenni kérdéseket elvileg. Tehát holnap fél hatkor itt a Margit szigeten, a zenélő szökőkútnál lesz ez a kampányesemény. Egy halkonzerv szabadon engedésről beszélünk, illetve konzerv hal szabadon engedés, egy paradicsomos halat szimbolikusan visszaengedek majd a Dunába, ezzel is kifejezve azt a tézisemet, hogy a sosem késő a szabadságot választani, illetve a szabadsághoz hozzásegíteni valakit. Ezt sok kritika érte, ezt a performance ötletet. De most esik le, hogy nem olajos hal, hanem paradicsomos hal. Én paradicsomos halat akartam, igen. De az annyira nem is környezetszennyező, mert inkább az, hogy ezt a kitermelt terméket visszarakod. Hát eredetileg azt hittem, hogy leszünk négyen ezen a rendezvényen. Most holnap esni fog, úgyhogy attól még simán lehet, hogy négyen leszünk, de mégis bejelölték 2000-en, hogy jönnek. És akkor valaki elképzelte, hogy 2000 ilyen olajos hal bekerül a vízbe, és akkor azzal viszont már kinyírjuk a pingvineket. Tehát, hogy sok kritika érte ezt, nyilván ez az egyik, hogy a környezetszennyezés, a másik kritika az, hogy ugye ételt pazarolunk. Na, erre ugye azt mondom, hogy ha mindannyian hoztuk egy konzervfalat, és eljöttök 1 millióan, akkor az már 1 millió konzervfal, lényegében egy halszaporítás. Tehát azzal tényleg már meg tudnánk oldani szegénységi problémát, nem? Ha azt fiataztunk 1 millió. Igen, tehát hogy ide kerül, és akkor egyet elég abból a konzervből el adni a természetnek, és a többit, és a többit szétosztjuk. Tehát ha elég sokan jöttök, és mindenki hoz halat, akkor nem dobjuk be a vízbe. De ahhoz nagyon sokat kell hozni. Tehát ez mind a kettő kritika, egy kicsit ilyen arányérzék problémára utal. Az biztos, ami biztos, környezetszennyezés ügyben elhívtuk Baranyi Krisztát, az Együtt politikusát, aki véletlenül egy szakértője a környezetszennyezésnek, azon belül is beszéltem vele tegnap, különösen jól ért a Duna szennyezéshez, tehát akiket ez tényleg érdekel, azok mégis jöjjenek el, mert megtudhatnak esetleg újdonságot erről a dologról. És akkor, tehát ez mondjuk akkor ma én voltam a jelölt, gyertek el holnap, és akkor egy pályázatról is kéne valamit, egy rósánékaték a pályázatról dumálnunk van. Jó, de én most inkább... Szavasz, öcsém! Elnézést, de forgatunk, egy ilyen írlóadásban vagyunk. Azért vagyok itt. Igen. Te vagy a sütőferi, mi? Te vagy a sütőferi, igen. Jó van. Nekem semmi annyira nem tetszik ez a kampány, azért jöttem, hogy ezt megmondjam. Nem tetszik a kampány. Pont erről beszéltünk, hogy másoknak se tetszik. Te hát, mi ez sajnálom. A... Ne vágj a szavamba. Mi ez a haj szabadon engedés? Hajat szabadon engedni, csak ha csaj vagy. Ha csaj vagy te? Nem hajat, hal szabadon engedés. Hal. Igen, ezt többen félreértik, hogy mi ez az egész. Épp arról beszéltünk, hogy nem hajat vagy olajos hajat, hanem paradicsomos halat. Halat lehet ágyú szárdal, fogom kilőni őket. Akkor ezt megbeszéltük, de vannak még itt problémák, csak szeretném mondani. Tehát figyelj, éhező gyerekeket támogatni közpénzből, olyat kell támogatni, akinek tényleg nagy étvágya van, úgy igazán. Tehát például engem. De van élelmiszer, bármi ilyesmi, akkor azt nekem kell adni, nem gyerekeknek, hát normálisak vagy tukti. Ez az egyik. Másik. Kutyafuttató. Igen, építünk egy csomó kutyafuttatót is. Azt hiszitek, hogy az jó, a kutyafuttató. Igen. Hát öcsém. Hát ezt nem mi hiszük, hanem ilyen pályázatok érkeztek, tehát nem mi határoztuk meg, hogy milyen pályázatok legyenek, hanem mi eldöntöttük, hogy melyik nyert, de majdnem mindegyik nyert a pályázat. Szóval az a kutatót is építünk, de lesznek játszóterek, játszótér felújítások is vannak, van kátyú, a kátyú.hu-n, ha egy kátyút találsz, bejelentheted, és elvileg kimegyünk. Na, akkor most én beszélek, jó? Na, maradjunk annyiban, kutyafuttatásnak akkor van értelme, ha agárversenyről van szó, vagy vadászatról. Ez a kettő, az összes többinek mi értelme van? Mondd már. Erre adtam a pénzt, hogy ezért induljatok el a választásokon. Nem fejeztem be. Mondjuk sose fejezem be, ezt is jegyezd meg másodjára. Tehát harmadjára a kátyú, az meg főleg azt a videót láttam. A kátyúzás,
Nem jó, hát kátyúzás, én szakember vagyok, érted? Forduljatok hozzám, ezt nem így kell csinálni. Túlárazva, szarul megcsinálod a kátyúzást, egy év múlva újra túlárazva, szarul megcsinálhatod. Még több pénz, hát hülyék vagytok ti? Hát de ezért, pont ezért lukasak az utak, mert mindenki így csinálja. Mi arra gondoltunk, hogy mi akkor megmutatjuk, hogy lehet másképp. Hát ezt mondtuk egyébként. Mindenki, az kit érdekel? Na jó, adjál tüzet. Hát nem, nincs tüzem, a kocsiban adtam szerintem. Aha, hát akkor húzz el, szépen értem. De most elnézést kérünk a... Leszarom. De most menjek el tűzni? Most, várjál. Akkor ezt is töltsd már újra. Na. Csicska. Eszközt elő. Azaz. Nagyon jó. Kicsit lejjebb. Na, az a szemüvegem. Nem. Jó. Jaj. Ez már élet a javából. Üdvözlök mindenkit! Várjuk, hogy ez a gyökér visszaérjen.